Áldás békességet kívánok mindenkinek szeretettel, világvasárnap szent ünnepén, hallgatóknak és nézőknek egyaránt. Figyeljünk most Isten igére, amely szól hozzánk a Bibliaolvasó kalauz szerint előért mai igéből. A Lukács írása szerint való Szent Evangélium 21. részéből, a 20. verstől olvasom Isten igéjét. Talán kicsit szokatlan, hogy nem éppen a virágvasárnapi történet kerül elő, de hisszük, hogy Isten rendezése van ebben is, és így is felfedezhetjük az ő biztató, szerető akaratát a nehéz sorokon keresztül is. Jeruzsálem pusztulása. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet ellenséges seregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, menjenek ki onnan. Akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Mert ezek a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva. Jaj azokban a napokban a terhes és a szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre. Kard érre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Amen. Isten szólít meg bennünket az ő igéjében, válaszoljunk rá imádságban. Mennyei édesatyánk, virágvasárnap szent ünnepén ünneplőbe öltözik szívünk, lelkünk, és emlékezünk arra, hogyan vonultál be a szent városba, ünneplő sokasággal körül övezve. Akik pálmaágakat lengettek és dicsőítettek téged, messiásként fogadtak, és köszönjük, hogy mi is becsatlakozhatunk az üdvözlő seregbe. Hisszük és tudjuk, hogy te vagy a világ megváltója, a messiás, az értünk jött Isten fia. Áldunk és magasztalunk, aki megváltottál bennünket a kereszten, feltámadásoddal örök győzelmet szereztél számunkra. Mégis milyen komor ellentét a mai napi ige, amelyben te már előre láttad a szent város pusztulását, amely szomorú módon be is következett néhány évtizeddel ott léted után. És előre láttad és figyelmeztetsz bennünket a világra következő nyomorúságok kapcsán is. Köszönjük, hogy mindez nem véletlenül történik, hanem a te megengedő és kikutathatatlan akaratodból. Bocsáss meg, Istenünk, amikor elfeledjük, hogy te vagy a világ kormányzója. Amikor hatalmas nagy eseményeket, épületeket, projekteket csodálunk és szinte istenítünk. Holott mindez ideiglenes. Te vagy az örök. Köszönjük, Istenünk, hogy figyelmeztetsz bennünket, és köszönjük, hogy mindezek között is te vagy az Úr, a tökéletes szeretet. Így helyezzük életünket újból a te kezedbe. Amen. Folytassuk az imádságot az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Dicsérjük Istent a szép virágvasárnapi hagyományos énekünkkel, a 331. dicsérettel, így hangzik a szövege. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zeng-e kiáltás előtte, utána. Zöld ágakat szeldelnek útára, békességet hoz népe javára. Áldott, aki jött az Úrnak nevébe, általa léptünk az Isten kedvébe. Békesség ott fenn a mennyországban, áldott az Isten a magasságban. A hegedű szó dallam alatt egyéni imádságunkat fogalmazzuk meg, majd aki tudja, énekelje velünk. Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.